Sziasztok! Ma a Főtudamatot Ávor Warhammer 3 Realm of Chaos kihívásos végigjátszásomat a Chaos törpökkel, azon belül Astragot Ironhand-del. És mit maradt abból, hogy az előző részben nagyjából ugye csak annyi történt, hogy kicsit terjeszkedtem plusz védekeztem. Jelenleg ugye azon vagyok, hogy minél több úgymond fegyvert legyártsunk, és minél több egységet tudja képezni, mert ugye Drasshoatnak szeretnék képezni egy fullos Kadai Destroyer sereget, csak ugye rendkívül sok felszerelésre van hozzá szükség. És Grimgor megtámadta ezt a városomat. Az Eagle Ares, és hát ugye automatikázáson csúnya vereség, de ha lejátszom, akkor talán van esélyünk győzni. Ha ugye a Blunderbusszal sikerül kilőni Grimgort, akkor még mielőtt ugye nagy veszteséget szenvednék el, akkor ugye talán győzünk. Nagyon jók ugye a városi őrségek az izében, az ilyen gyár városokban. Oké, okay, Grimgor ott van. Teszem a két gobo egységet, meg egy törp egységet, a többiek pedig irány a főtér. Mondjuk ez a barikád igazából oda nem kell. A legjobb az egész, hogy egy Grimgornak nincsen max életereje. Grimgor Ironhide. Oké, okay, Grimgor kapja rendesen. Oké, ugye vagy négy egységnek vége is. Grimgor ugye lehet, hogy elszökött a káosz törpöktől. Lehet sikerült megszöknie, de hiába, és ostobaság volt visszajönnie. Nem nagyon lőnek. Irány előre. Tűz! Uaj, de kapta rendesen. Ha-ha, Grimgornak annyi. Az szép. Grimgornak annyi. Oké, irány a főtér. Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Oké, a trollokat kell kilőni, mert ugye azok regenerálódnak. Plusz kéne ide akkor a torony. Az jó volt. Ulawaku!
Igen, ugye a trollokat nagyon könnyű lelőni plusz megtörni, mert ugye gyenge a morájuk. En egy csomó Orc Biggins. Hey, hogy foglalják a főteret? Kerüljünk a hátukba. Oké, mondjuk most már nem tudják foglalni. Á, ide kellett volna, és kéne most ugye a tüzérség. Ájjajjaj. Ám bár jön a izé, jön a blunderbuss. Á, elkészült a torony. Ja. Ó, de lőjenek! Engem nem érdekel, hogy lelövik a sajátjaimat, csak lőjenek! Enébe! Na tűz! Ohohoho! Az kivégzés lesz! Az kivégzés lesz! Á, nagyon király ez a izé, az újratöltési animáció. Nekem nagyon tetszik, mert ugye elég hülyén nézett ki, mikor nem volt. Oké, okay, itt is ugye szépen, de elintézik őket szépen lassan. Oké, okay, a gobók ugye megtörnek, de abban semmi meglepő nincs. Oké, okay, amúgy army lasz ez, ja. Még ugye ezeket kéne intézni. Igen, ugye Grimgornak, ahogy mondtam, sikerült elmenekülnie, fellázadnia ugye, és elmenekülnie a káosz törpök fogságából, de nem volt jó ötlet visszajönnie. Grimgornak amúgy nagyon király lore-ja van. Ha jól emlékszem, Archeon ölte meg a végén, az End Times-ban. Ami nekem igazából nem tetszik egyáltalán. Nem tudom, valahogy nem tűnik annak. Valahogy nem látom Archeont elég keménynek ahhoz, hogy Grimgort elintézze. Oké, ezt ugye fejlesztem. Igen, ha ezt fejlesztem, akkor még több tüzérségi támadásom lesz, ami kell. És kéne ugye ez. Várjuk, ennek a lordnak... Ha jól látom, ennek a lordnak nincs meg... De megvan Grimgor trétje. Oké, sikerült szabotálni a sereget.
lesz. Várjunk, kéne nekem némi extra befolyás. Igen. Haha, Valiant Defeat, na várjunk. Azt hiszem, hogy el tudom foglalni ebben a körben azt a várost, csak előbb ugye ezeket le akarom győzni. És ha minden igaz, akkor visszaérek. És van ugye 381 befolyásom, ami ugye elegendő ahhoz, hogy... hogy... ötös szinten foglaljam el. Elég kemény amúgy ez is ugye, hogy... Conclave befolyással el tudom foglalni ötös szinten a városokat. Igazából nem bánnám, hogyha minden frakciónak lenne egy hasonló képessége. Például ugye... a High Elfeknek igazából már megvan, mert ugye Influence. Birodalmiaknál ott van a... az Autori, vagy valami ilyesmi. Ami ugye ilyen babér, vagy mi a fene az. Vagyis úgy néz ki ugye. Orkoknak Scraps. Törpöknek Outgold. Chaos törpöknek ugye befolyás. Meg ugye igazából minden frakciónak ki lehetne találni valamit. Mondjuk lehet, hogy egy kicsit ugye ilyen ismétlődős lenne az egész, ugye, hogy minden frakciónak van ilyen képessége, de hát igazából jó dolog. Oké, visszaérek. Fenébe persze van városőrség. Akkor viszlát. Akkor viszlát, sereg. És igazából nagyon jól teljesítettek. Baumansia nuntu, a hasut! Be gone! I will not disgrace my ancestors. Oké, azt hiszem, hogy akkor a következő körben ugye el tudom foglalni az utolsó területét Karak Azulnak. Astrakoth, Zulahu, Messo Annunku. Oké, tudok barriert adni. Na várjunk. Az igazából nagyon kell. A pajzs. A Murderous Charge helyett... még kell várni egy kört. Be kell majd rakjam a izét a... Várjunk. Én azt hiszem rosszat fejlesztettem. Vagy... Ne, a következő körben vált át. Oké. Sumaster Ardugal. Még képzek kettőt. Oké, a következő körben ugye elkészülnek a csapatok, és... várjunk, ezek helyett inkább képzek íjjászt. Legyen így. És ugye lejátszom a csatáját Zatannak. Grumnaz una dorma nuntu. Faumansia nuntu. Dale, castalan.
I serve only the dragons. Oh, Gifts of Slaanesh. Okay. Da ida akrak hasut aut. Tag ta undi. Hasut anunku. Dalf unbar. Sauman siya nunku. Assume more angas, lock. Drarth jarrik. Drarth umlet. Arduchal kul. Grimas da barartu. Várjunk, csak ide tudom küldeni. Nem küldöm. Nem, egyelőre nem, mert... Mondjuk ez itt már megvan. Várjunk, ide kéne eljusson a Sky Monolithhoz. Titan's Notch. Itt ugye Karag Vrag. Bloodpeak, Sky Monolith és egy kicsivel feljebb. Szóval ugye lenne akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6 megálló, amiből vagy 4 az ugye már az én területem úgymond. Jön izé, Grisus Goldtooth. Doomless. Hát van egy olyan érzésem, hogy ezt fogja támadni ugye a Black Fang-et. Oké, ugye nagyon csökkent a nyersanyag bevételem. Ami annyira nem meglepő, hiszen rendkívül sok épületet építettem, ami fegyvert ad. Vagy rendes aranybevételt. Bár már 229 conclave befolyás kapok körönként. 950-be kerül a következő Kadai Destroyer. Ha te jó ég. Oké, bár legyen egy körváltás és lássuk, hogy mit lépnek a népek. Az igen, ott mennyien vannak. Ha jól láttam, Karak Azulnál 4 ellenséges sereg, vagy melyik az a város. Ó, bakker, az gáz. Oké, ők pedig menekülnek. Az jó amúgy. Lesebesítette az egyik hőst. Fenébe. Igen, a 10-es szintű mágust. Live alone. Always in fantasy. Anfa Adrimasu. Oké, ennek a Lordnak ugye megvan a D-Tower képesség, és a Dragon Slayer is, oké. Szent
truth told. Drachu them! Domleth! Oké, okay, amúgy igazából itt van az egyik cucc, amelyik egy kicsit még messze van. Az egyik nagy erekje, ugye? Thaumancia Nuntu! Orana! Ula Drip! Oh, Greece's Gold Tooth! Ám bár ő erőltetett menetben van. Awanrag. Kaptam extra kapacitást a izére, egységekre. Makazia Faumansi. Ó, itt van a városi őrséget adó épület. Oké, ám bár arra gondoltam, hogy ez a provincia, ez full izé lesz, gyár. Vagy legyen az, hogy a izé ugye ez, a Mount Gunbad, ez lesz nyersanyag termelő, és akkor ugye megépítem ezt. És ide majd szintén megépítem, és akkor összesen ugye 60%-kal kapok több nyersanyagot. Ja, az jó lesz. Grunnaz una dorma nuntu. Valiant defeat, ám bár ha lejátszom a csatát, szerintem verjük őket, mert ugye van egy csomó mágiám. Az ellenséges seregnek ugye a nagy részét el tudom intézni mágiával. Oké, az erősítés az ott jön be, azt egyből el tudjuk intézni. Mielőtt bejön az a Lord, neki annyi. Plusz ugye még vannak az extra képességek is. Várjunk, ennek a karakternek még nincs Arcane Conduit, ezért ugye csak 9 másodpercenként kapok egy mágia pontot a tartalékból. Ha lenne Arcane Conduit, akkor ugye 7 másodperc lenne. Igazából ezt a hőst, vagy lordot jó lenne megölni. Csak hát ebben a játékban menekülőket megölni szinte lehetetlen. Na mindegy, irány erre. Ott rengetegen vannak. Drazlet!
verschoben. Boxstars! Urak! Solfeo! Kasut Anundu! Brin Ungal! Kasut Anundu! Nem nagyon tudják sebezni izét, Cazador Dragon Slayert. Valahogy igazából Cazador Dragon Slayer, ő valahogy nagyon erős. Oké, okay, ez a hős egy kicsit vonuljon vissza. Nagyon sok melee attack-ja meg melee defense-a van. Ahhoz képest ugye, hogy csak egy átlagos Turk Lord. Ám bár lehet, hogy igazából nem az. Lehet, hogy nem csak egy átlagos Turk Lord. Lehet, hogy van benne valami speciális. Nagyon-nagyon jól bírja. Ám bár lassan, de ugye ez a két hős le tudja győzni. Oké, okay, amúgy le kéne őt sebesíteni, és akkor ugye az ellenség veszítene némi morált. Igen, Cazadornak vége. Hokobla akazaz! Look at Russia! We got I! Felfabel! Uzu Tengra Grindy! Sactan Sepo! Hokobla akazaz! Dach der! Oké, itt ugye a Miners egységeknek, ami ugye ilyen dobálós volt, bombákat tudtak dobigálni, azoknak vége. Oké, itt van egy csapat Longbeards. Irány előre, hőssel szintén, és Lorddal szintén előre. Cool it!
A szépen akkor Quarrel őrzettségnek majdnem annyi. Oké, ezzel a lorddal vissza, mivel nagyon kevés életre maradt. Ha, te jó ég, ez a varázslat mennyire erős. Te jó ég. Még mindig van 72 tartalékom. Oké, okay, szerintem közeledünk az Army Losshoz. Ja, Army Losshoz. Oh wow, ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Az a Lord ugye, az erősítésben lévő Lord az sajnos túlélte. De ezzel ugye a frakciónak vége. És ugye legyen csak outpost, és egyből ugye fejlesztem. Kell ez az épület, ez meg ide nem kell. Ah, valójában túlélte, de csak megsemmisült a frakció. Oké, okay, kéne ugye... Kéne az Arcane Conduit. Ahhoz még kell egy szintlépés. Ám bár nem állok meg a városban, hanem inkább a város mellett. Oké, okay, lett egy újabb provincia, nagyon jó. És kell még ugye Kadai Destroyer. Oké, okay, kaptam ugye valami új képességet a Kadai Destroyerhöz, méghozzá Perfect Vigor és Forge Fire. Minusz 15 armor az ellenségnek. Az nem olyan... Hú, nem tudom mennyire király. Pyrrhic Victory lesz. Tudja, hogy lesz még némi erősítés. Várj, nekem is van némi erősítésem. Igazából, ha egy szintet lépett volna még ugye Zatán, akkor az AI egyből megszerezte volna ezt a... izét, cuccot ugye, amit most ugye le kell játszom én a csatát. Ugye az AI-nak nem kellett volna lejátszania. A Conclave Jarnakrum Zishmata Wanraktras Dis Discos Bin Proton Adamas Una dozen facturia. Is cubello dis grafti dwar scuf Wolfrum dis distractas. Una den is Dr. Dronlas chasen elpetu. Italuere suffereuta urac zatanda traj. Okay. Na, annyi az egész itt ugye most csak annyi, hogy leképeztem minden egységet, amit lehetett, ez kész.
Az baráti tűz is, de mindegy. Ide jöttek ugye Skavenek meg orkok és megtámadták ezt a gyárat. Nem volt jó ötlet a részükről. Gyerünk, Infernal Guard, Great Weapons! Várjuk az ellenségnek. Igen, van némi ógre. Ez amúgy itt meg lehet, hogy valami rabszolgalázadás. Ja, itt volt egy csomó ork laborer, az aztán meg is futottak. Igen, crush this pathetic rebellion. Ja, ez valami izé, Skaven meg ork lázadás. Defeat Grimgor and Sportacus to break the Green Tide. Oh, te jó ég! Grimgor Ironhide. Meg Spartacus, lol. Vagyis akarom mondani, Sportacus. Fucken, na jó, erre azért nem számítottam. Oké, amúgy azt hiszem, hogy ez akárhányszor tudom használni. Ne, vissza onna. Rá kéne menni izére, Grimgorra. Ebben a játékban hülyeség megpróbálni visszaívni az egységeket, mert úgyse reagálnak. Gazra! Marzus Logdreng! Bako? What? De! Capitan! Kansa! Unta Calabri Knapu! Iltunas! Bring it! Und Odion Arduga! Oké, Grimgornak majdnem vége. Oké, a következőt kell most már legyőzni, hogy a Grimgor megvan, most már csak Spoktakus maradt.
Oké, a Sporktakus ő épp annyira nem erős. Oké, mindkettőjük meghalt, és a lázadást leverve. Ah, ez amúgy jó volt. Nem ugye, nem Krixoszt kellett legyőzni, és Spartakuszt, hanem Grimgort és Sporktakuszt. És megszerezte izének a tétjét Grimgornak, lol. Az király. Például amúgy valahogy így képzelem el a izét, mi az már? Az arénát. Szóval ahhoz ugye, hogy megszerezze egy legendás lordnak, megszerezze a trétjét is, legyen az bármilyen legendás lord, ki tudnád hívni egy ilyen csatára, hogy van egy serege, meg lenne erősítése is, és ugye egy sereggel le tudod győzni, akkor megkapod a trétet. Persze egy erős sereget kéne legyőzni, nem egy ilyen gyenge sereget, mint ami itt volt, hanem egy kicsivel jóval erősebbet. Szóval a lényeg az, hogy azután lennél képes tréteket vadászni, ugye, vagy arénában harcolni trétekért, miután már van egy nagyon erős sereged. Mert például, hogyha Grimgornak a trétjét kéne megszerezni, akkor tényleg egy olyan serege lenne, hogy ilyen Rogue Idol, Black Orkok, Doom Diver katapult, szóval nem ilyen Orc Biggins, meg Orc Boys, meg ilyenek, hanem az elit egységekből lenne. És ugye ugyanez vonatkozna ugye minden egyes legendás lordra. Szóval nagyon elit seregeik lennének, és nem egy sereg, hanem nagyjából kettő, vagy talán kettő és fél sereget, és full elitekből szinte az egész. És úgymond ilyen arénában kéne harcolni, és ha legyőzöd, akkor megvan a trét, és megkapod a trétjét. És nem kéne ugye vadásza izére, nem kéne vadásza a legendás lordokról ugye a kampány térképen, hanem egy arénában is le tudnád győzni őket, és megkapnád a trétet. Vagy ugye, hogyha már megvan a trét például egy legendás lordnak, mert véletlenül legyőzte egy kampány térképen, akkor ugye azzal a lorddal ugye az egyik. Itt most ugye beszéltem egy legendás lordról, de igazából minden egyes lorddal lehetne ilyet. Az lenne a legkirályabb, ugye arénában harcolni, bármilyen lorddal, hogy megszerezd a téteket, amilyeket szeretnél. Az valójában nagyon király lenne. Aréna harc trétekért. Oké, kéne ez. Oké, amúgy elképesztően sok rabszolgám van mindenhol. Arra gondoltam, hogy ezek után mindenhova menjenek rabszolgák. Rendben. Várjunk, ez a sereg itt, ennek nincs erősítése. Asumor Angas Lock. Live alone. Owl Infecta. Doomleth, Deb Agalu Tadra, Grizzel Ar Adu. Inkább megállok a város mellett, aztán meglátjuk, mi lesz. Faumancia Nuntu. Kasut Anunku. Groma Drazul. Oké, itt a városőrség az már egész jó. Várjunk, a következő az itt van. Arra gondoltam, lejátszom a csatát, mert ugye Grisus az erőltetett menetben van.
Várjunk, ezt csak egységre lehet, Hobgoblin egységre lehet helyezni. Vagy inkább legyen az, hogy ez a következő részben lesz. Ja. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!